Jó napot kívánok! Látom, régóta nézegeti díszkészítményeinket. Segíthetek valamiben? Igen, köszönöm. Ilyen képzeletbeli vásárlásra várták az érdeklődő diákokat a bolti eladó képzés gyakorlati óráján a Trefort Ágoston szakképző iskolában. Az idei nyílt napra a két Sátoraljaújhelyi szakképzőiskola együtt várta a most 8. tanulókat. Az intézmények a szakmai gyakorlatok tanműhelyeit, az itt és a külsős gyakorlati helyeken elkészült termékeket és a kínált szakmacsoportokat mutatták be az érdeklődőknek. Ez egy rendhagyó nyílt nap, hiszen a Trefort Ágoston szakképző tagiskolával közösen rendezzük meg, mégpedig azon okból kifolyólag, hogy a diákok megtekinthessék mind a két intézményben folyó szakképzési palettát. Voltak olyan érdeklődők, akik határozott elképzeléssel érkeztek az iskolába. Ismerőseik, iskolatársaik indítatására a bolti eladó, a felszolgáló vagy a szakács szakmák iránt érdeklődtek. A szakmai bemutatók pedig csak megerősítették bennük az elhatározást a kiválasztott szakmák iránt. Ismerőseim járnak, meg tesóm is ide járt. És én is a Trefortba szeretnék menni. A szakmák és a szakmacsoportok alapos bemutatása különösen fontos ebben az esztendőben, mert a következő tanévtől a szakmunkás tanulók már első évfolyamtól tanulják a szakmai tárgyakat. Ami nagyon alapos pályaválasztási szándékot feltételez ebben az évben, az a szakiskolai képzés, hiszen az eddigiektől eltérően most 9. évfolyamon már megkezdődik a szakmai képzés, tehát tulajdonképpen a 8. gyereknek nagyon pontos és határozott elképzelésekkel kell rendelkeznie arról, hogy milyen szakmát kíván elsajátítani. Az iskolák mellett kollégium elhelyezést is kínálnak a tanulóknak. A diákok megnézhették a diákotthon felszereltségét, megismerkedtek a szobákkal. Az intézményvezető elmondta, a tanulóknak ez az intézmény több, mint egyszerű szállás, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére egyaránt van itt lehetőség. A szülőknek nagyon fontos, hogy jó helyen tudják a gyermekeiket, hiszen a bejárás nehézségeket jelent a gyermekek számára, és a szakképzési évfolyamokat nem tudják elvégezni nyugodtan, mert korán kezdődnek a gyakorlatok. A rendhagyó nyílt napon mindkét intézmény bemutatta kínálatát, azokat a képzéseket, amelyek a most változott oktatási törvény alapján szakiskolai és szakképzési osztályokban egyaránt szakmát adnak a tanulóknak 3, illetve 4 év múlva.